big boom. Sorcsi, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Na sziasztok srácok, lányok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban. Csööööö, mindenkinek, és itt tart velem Kis! Szia Kis! Szia Dani! Na, azt fogjuk csinálni a mai videóban, ugye van két darab bázisunk a videó elején, ugye Dani? Igen, van kettő bázis. Na, remek. Tehát ott van Dani bázis, ott meg az enyém. És azt tudjuk eldönteni, hogy ki lesz a noob, illetve ki lesz a pro bázis. Ja, igazából el fogjuk dönteni, hogy ki lesz a pro meg a noob bázis, de hát ja, majd szavazzok nyugodtan a leírásban, hogy vajon szerintetek melyikünk ki a jobb, és melyikünk ki a rosszabb. De hát most nyilvánvalóan igazából, hát Kis nem akarok izélni, de azért, ja, azért tudod te is, hogy mi lesz a vége. Jó, rendben van. Hát akkor szerintem induljunk is el. Én elkezdem bemutatni a saját bázisom, na srácok. Tehát ugye három blokkal lejjebb lehet építeni, ezért van egy kicsit fönt. Szóval így néz ki a bázisom. Ez gyorsan így megcsinálható. Fú, de nagyon profi, nagyon profi. Itt van egy oszlop. Ott egy oszlop, úristen. A barkács, aztán is a kardok. Majd ha itt lejövünk, ezt be kell csukjam, akkor itt találhatod lent úgymond a bázisom. Wow. Ebbe alá le van aranyblokk, meg sőtűzeltételet. Azokat is tőlem loptad szerintem. Ki is veszek egyet. Jaj, nem pazaroljuk a husikát. Szóval így is lenne ez az egész dolog nekem. Szóval igen, becsukom, hogyha Dani vagy jönne, akkor vagy valaki, vagy, hogy nehogy betörjenek a videóba. És szerintem el is indulhatunk. Hú, na, kívünk kifele, amúgy Dani-nak milyen jó dolga lett, mert milyen jó cuccai vannak. Isten, ilyen is, ahogy vigyorogjál is. Na mi az? PGT Dániel. Gyere, ha mersz. Nézzétek, milyen bázisa van. Hát nem tudom, de mindegy. Ó, itt van valami. Mi az Isten? Mi az Isten? Miért volt? Mi ez? Várj, itt is van. Akkor még itt is van, itt is van. Itt van, aha, itt egy láda. Ó, egy vasisak, meg négy aranyalma. Ó, várjatok már akkor minden, akkor várjatok, én elkezdek keresni a házba valami dolgot, nem biztos, hogy lesz még valahol valami. Itt nincs, aha, itt van gatya, plusz négy aranyalma. Ebbe a házba van a ház, amúgy tök full nőttem, tehát ebben van a vasisban, de szintén még négy aranyalma. És melyik házba, ja, ebbe voltunk ebbe a házba, akkor még megnézzük gyors a többi srácok, hogy de azért nekünk is legyen már jó, tudjuk, ne csak Dani-nak legyen már. Hú, hát ez biztos, nem kell semmi. Jó, ez az édesem. Jó, akkor bemegyünk ide. Itt nincs semmi. Bemegyünk ide. Ide bemegyünk. Itt van a vaskagy, ez négy aranyalma. Hopp, itt van még láda. Ó, vascsákány meg ilyenek. Nem tudom, srácok, hogy van-e egy szönte valami. De megnézzük. Jó, mindjárt Dani-nak vagy izé. Majd be kéne felkelni, hogy úgy tudja, hogy nekünk mik van. Jó, hát hogy táncettünk, de gyorsan összegyük egy pár, hoppá, pár dolgot, és ennyi. Szerintem, ha minden igaz, meg is volnánk, igen. Jó, nem veszem ide a vasztítom, bővettem a vascsákányok, ezeket is kidobálom egyébként. Várjátok, a balszátot elviszem. A balszátot elviszem, mert jól jön, meg az ásót is. Aranyalmat, így maradhatnám, hogy így. Na, akkor srácok, ha már itt vagyunk, akkor menjünk be Danihoz egy kicsit. Menjünk be Danihoz, itt úgyis valamit csinálgat. És szépen lassan elkezdek mellette, mögötte belopakodni. Jaj, de miért nem vett észre. Na 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 na. Te mit csinálsz itt? Nem csináltam semmit, esküszöm. Aha, látom. Miért jött ebbe a bázisomba? Mondd el, mit szeretnél? Jó, mondani, de kell olyan muszáj ott lejönni, mert ki nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a bázisodra. Megnézhetem? Hát, nem kéne. Dani, bemehetek a bázisodra? Ne nézd meg, az én bázisom. Nem foglak beengedni. Ne bántsál. Ne bántsál, itt van egy zikor. De sászló, szerintem tuti haragszik rám, Dani. Tuti haragszik rám, nem Dani. Fogod ellopni a tuttaimat. Mindig ezt sem, mindig bejössz a bázisomba, azt ellopod. Mit csinálok? Hát a Danihoz képest ez elég rosszul néz ki, szóval kicsikét rendet rakok, itt én kiütöm a pókhálókat, lepókhál, meg lepóktál, na, nem bírok beszélni már. Lepóktalanítok mindent, pókháltalanítok. Hú, ez nekem nagyon nehéz, igen. Jó, ezeket berakjuk ide a lábdába, így.
Hogyha van aranyblokkok, azért mi lenne, ha csinálnál ide egy aranybázist, vagyis hát nem olyan ismi aranybázist, hanem beraknák egy pár darab blokkot, meg ilyeneket. Úgyhogy szépen kibíthítjük őket, jó kész is van, visszarakjuk ezeket a ládába, megpróbáljuk össze-vissza. Úgy, hát nem tudom, rakjuk ezt is ide, jó van, rakjuk ide még ezt is. És szerintem így meg is volnánk, hát jó, rendben. Na jó, akkor megyek már, meg kibíthítettem. Dani? Nem én vagyok! Dani? Mennyi nem? Mit csinálsz te itt? Semmit, csak körbenéztem, hogy egy pizu van, meg ilyenek, én nem csináltam semmit, csak így erre jártam, tudod? Ja, értem. Hát figyelj, ha már te se engedtél be a bázisomba, akkor te miért jönnél be? Kezdjük ott. Jó, na, kíváncsi vagyok most arra, hogy akkor te bázisod milyen ennyerővel, tehát most na. Jó, hát te is menj innen akkor. Hát de... Add vissza a blokkokat, add vissza a blokkokat. Nesze. Nem tudom, minek cseszed szét az én, köszönöm szépen. Hát be akartam csak na, nézni. Menjél itt oda szépen a dolg helyedre. Ja. Istenem. Nem is értem ezt a Danit, hogy mi akarja a bázisomra bejönni, amikor én sem mehetek be az ő bázisába. Nem, én sem fogom neki megjönni, nem érdekel. Egyszerűen nem érdekel. Szóval lassan valahogy be kéne ténylegesen törni a Dani helyére. Szóval így elkezdik szépen lassan lopakodni még ilyenek. De srácok, írjátok le kommentbe, mit kaptatok karácsonyra, ezt az előző videóban már kérdeztem, tudom, de nagyon tényleg nagyon érdekel, hogy mit kaptatok karácsonyra. Szóval írjátok le kommentbe, és azt is írjátok le kommentbe, hogy szerintetek ki fog nyerni, én vagy Dani. Na, srácok, ott van Dani, mi az Isten? Dani, mit csinál meg megint a bázisomnál? Egyszer nem vagyok ott, nagyon gyorsan lopakodok, hogy nehogy meghalljon minket, és gyorsan lopakodva oda megyek a házamhoz, hogy valami, mi ez a hang? Hát, hogy gyorsan, halkan kinyitom ezt a... Na. Dani, te mit csinálsz? Mit csinálsz itt, Dani? Szia! Hello! Semmit nem csináltam! Dani! Te is ugyanezt csinálod! Te is ugyanezt csináltad múltkor, és az én bázisomnál meg most is láttam, hogy mentél oda lopni. Jó van, persze, mert nem mentek te be a te bázisra, jó van? Hagyjál engem békén. Jó, na. Istenem, ilyen... Te ugyanezt csináltad velem egy milliószor. Bemegyek, nem érdekel, bemegyek, akkor is bemegyek. Én engem nem érdekel. Itt szépen bejövök. Kinyújtöm szépen. Bemegyek, és minden szép fog lootolni. Így magamnak azt, amilyen tüktök vannak még. Hát tortát azt nem nagyon ehetek, de mindegy, ezt is elvittem. Így, jó is lesz. Fölmegyek. Hú, most nagyon haragszok amúgy a Danira. Tudjátok mit? Ezt föl is robbantom a Daninak. Hagy kicsit érje egy kis csalódás, hogy mit is művelt velem. Hú, robbanj. Megyerünk. Ezt akartad csinálni, láttam, hogy ide szöksz az én bázisomhoz. Hagyj engem békén, nem érdekel. Hát Istenem. Hú, na srácok, ha már így összetettünk magunkat a Dani utcából, mi lenne, ha kicsit cuccot is váltanánk? Te mit csinálsz? Valaki megütött, mondjad Dani. Te miért vetted az utcaimat? Na jó, tudom, mit oké. Gyere akkor egy PvP-re, hogyha ennyire menő vagy, hogy az én utcaimat ellopod. Micsoda, egy PvP-re? Jó, hát, ja, PvP-zünk. Gyere. Na, beeszek egy rupi aranyalmit. Megy, én nyugodtan. Nekem mindegy. Nagyon fáj a hasam. Na mindegy, és akkor kezdődjön is a móka, kacagás. Menjen, gyerünk. Ez az Dani. Hát ez persze. Dani nem lehet megütni. Ja, de meg lehet ütni. Csak én vagyok béna. Ha. Jó, úgy is tényere. Jaj, Istenem, kellett eladod a cuccaimat, de komolyan. Ez a kutya jöttem. Ez az. Dani meghagyott. Á, de jó. Hú, pedig jó volt a meghagyás. Hú, Istenem. Jó, majd gyorsan csapjuk szét. Csapjuk szét a Dani, csapjuk. Már nem nagyon bírom. Nem fogsz tudni úgyse szétcsapni, csak szólok. Már hányszor pépésztünk már? Jó. Pillanat, hú, már nagyon kifáradtam. Nagyon kifáradtam, srácok. Hú, már nem bírom.
Gyorsan megütöm. Full easy, csak szólok. Gyorsan. Jaj, szegény kis nyugi már, hallod? Nagy baj, terülködöl. Nem akarlak bántani, na, nyugodj meg. Dani, hagyjál. Na, jó. Na, jó, nyugi. Bocsánat, hogy szétöltem mindened, meg ilyenek. Segítek vissza csinálni azaz. A mi az istenedet már. A bázisomat. Szökőkút, igen. Csak létszíves, béküljünk ki. Jó, igen, béküljünk ki, persze. Csak te is be akartál lopni az, törni az én bázisomba, szóval hát, na, érted a lényeg. Jó, tényleg, bocsánat. Jó, nem baj. Egy kis húsikát, akkor. Jó, oké. Meg amúgy a cuccaimat majd visszaadhattál, hogyha már loptad őket, vagy nem tudom. Csak annyira, hogy ne folyjon a vízbe, tényleg. Jó van, na. Így, hogy ne folyjon szét a víz, a mi az Isten. Jó van, oké, és jó lenne, mert nem tudom melyiket felrobbantani amúgy. Sziasztok, ezt videó kívül még vissza fogjuk építeni Dániellel. Szóval, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot is, iratkozzatok fel. Ha szeretnétek még ilyen tartalmakat, hát az ilyen tartalmakat nem, akkor írjátok le kommentbe. És írjátok be azt is kommentbe, hogy kinek volt a legjobb bázisa, nekem vagy Daninak. Így van, hu-hu! Kinek volt a nagyobb bázisa? Jó van, persze, úgy is engem fognak megérni. Jó van, hát sziasztok, köszönöm, hogy itt voltam velem, Dani! Sziasztok! Sziasztok!